Külön köszönet a szervezőknek, az EMI-nek a szervező csapatjának, hogy ismételten Gyergyőszre Miklóson szervezik meg. Ennek van még egy vetülete, nem csak a városnak a hírnevének az öregbítése, nem csak egy színvonalas rendezvénynek a megszervezése, hanem tulajdonképpen ennek van egy politikai vetülete is, és van egy politikai töltete, ami igazából a jobb oldalt, igazából a polgári értékrendet és a polgári gondolkodást próbálja összehozni, próbál erre megoldásokat találni, és a polgári értékrend mellett felsorakozott embereket próbálja megszólaltatni és kérdezni. Mivel fogja támogatni a város ezt a rendezvényt? A város mindenben, ami adminisztráció, ami szervezés, és azok az elemek, amik szükségesek egy tábornok lebonyolításához, ami különösebben pénzt nem jelent, mindenben tudjuk támogatni, és mindenben is fogjuk támogatni, de ez nem zárja ki, hogyha még úgy tudjuk alakítani a költségvetésünket is, hogy egy valamennyi pénzt tudjunk a tábor mellé rendelni. Hiszen ismételten jelzem, hogy fontos számunkra, hogy továbbra is megőrizzük, és továbbra is Gyergyószent Miklós határában rendeződhessen meg ez a magas színvonalú rendezvény.